Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Már egy tekeredett idegbeteg hülye gyerek vagyok. Ez természetes, de nem vészes, veszedelmes dolog. Mert én tudom, hogy te tudod, hogy nem tudod megmondani nekem azt, hogy miért kell mindig baszogatni a másikat. Mert én csak élem az életemet elég szűkösen, de nekem bizonyára máson lenne szükségem. Te meg csak fikálsz róla mindenféle dolgokat. De mit vétett neked a bétel az utolod az SPA? Hiszen ő csak egy egyenesebb gyerek. De nem tudom jobban, ha verem magyarázni neked, hogy feltözróbad őt, ragacsósan elterjed a világban. A kegyetlen szemét erőszak a fejedben nem járnak, mint a szakán. Egyben hetes, de miért vagy ideges? Hisz te is tudod magadról, hogy szart sem ér az életed. De ezt te nem érteted, mégis dicsekedsz. De nem vagy értelmes, na mindegy, hagyjuk ezt. Már fennáll a kereszt, és egyszer megtök lesz. És ez az, ami engem örökre lekötelez. Tudja, kiről van szó, akinek üzenem ez. Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Egy egyenes tepper balag az utcán az úgynevezett városban. Bétor az úton, az estőr, a széter, az alsírtág, a szép lassan. Ezáltal nőlek meg a kritikus szemek. Ez hát tőle az agyam, de most mi a fenét tegyek? Ez síralmas, mégis röhögök rajta. Ezeket a srácokat a pénz uralja. Mert az apuka a mezőseged alá rakta. A tizenéves fuskákat az ilyen fiú hozza. És a szemembe nézel és lenézel engem. Meg akarsz te venni, mert rosszul nézem véletlen. Gondolkodj el, haver. Te vagy inkább nagyon éretlen. Apám már sikerült enyene, te vagy a nagy ember. Az oldal, amire álltál, rosszabb, mint az enyém. Én vagyok az egyenes, te meg vagy a rossz egyén. Mert az erőszak szolgálatával léptél be, és nem is akarsz szabadulni, hát ez itt a baj, érte. De én sem értem azt, hogy miért van te, ha vehet ilyen. Remélem, hogy tudsz segíteni, a baszta vagy az em. Gondolkozzál, mielőtt te valami is teszel. De nem bízok én abban, hogy te megváltozol, haver. Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? De visszatérve az előben, mi tett? Dorogra, dorogra, vagy talán Esztergomba? Nem talál, de viszont visszatért a baszba. Az erőszak meg megmarad, de meg is marad végleg. Erről viszont beszélni kell, ezek már a tények. Egyre többen lesznek azok, akik inkább félnek, és kevesebben azok, akik észre legyünk élnek. Hát ez itt a baj, ez meg itt egy üzenet. Azoknak üzenem, akik tehet, hogy megértenek. Nincs szükségem arra, hogy viszályban éljenek az emberek. És ez bizony tudjuk tudva, az meg lehet. De az is lehet, hogy ez így tovább nem mehet. Ez bizony nem mehet. Nem akar ez gördülni, ez bizony nem remek. Tele van már mindenem, hogy csak ígérkeznek. Hülye lettem teljesen, de nem szégyenem. Legalább bevallom, hülye vagyok, hülye is maradok. Tovább haladok talán, de lehet, hogy belehalok ebbe a szarba, ebbe a világba. De mit csinálok, hogyha ez lesz az ára? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell az erőszakhoz fordulni? Yeah, miért kell? 1996-os szám újabb verziója. Miért kell a kisebbet bántani? Miért kell egymást bántani? Akkor az erőszak nélkül megoldhatóak a problémák.